A Reblok pályázat Szabad Egyetem sorozata folytatódik a kerületben. A soron következő előadáson Hunyadi István városigazgató beszélt külföldi tapasztalatairól. Pozitív és negatív példákat egyaránt említett. Tiranában például a térség egyik legnyomorúságosabb lakótelepén egy művész lett a polgármester. Ő ma már miniszterelnök, aki kivételes látásmódjával színezte ki a házakat, mindegyiknek egyedi arculatot álmodva. A fejlesztés kihatott az emberek hangulatára, ezáltal életére is. A környék így lett kedvelt és élhető. Meg lehet nézni a tiranai képeket, hogy a házak azok abszolút egyediek, egyedi festésűek, egyedi mintákkal, rengeteg színnel. Úgyhogy ez például lehet egy érdekes példa. A negatív példák között szerepel a lakótelepek elhagyása, külföldön teljes blokkok néptelenednek el. Gyakori a nyomornegyeddé válás is, több házat szerkezetileg is elhanyagolnak, a tulajdonosok nem törődnek velük. Dombrádi Krisztián kommunikációs szakember szerint a jó példák megbeszélése, átadása segíti a lakókörnyezet fejlesztését. A rendezvények közönsége állandó, a legtöbb esetben ugyanazok az érdeklődők látogatnak el a Szabad Egyetemre. Az állandó arcok itt vannak, ez nem baj, hiszen ők egyre többet tudnak erről a projektről. A kérdés az az, hogy akikkel ők kapcsolatban vannak, azokat az embereket meg tudják-e győzni arról, hogy közösen éljék meg az életüket, segítsék egymást, tudjanak egymásról, és törekedjenek arra, hogy a Havanna egy kedvesebb, élhetőbb közeg legyen. Ha ez összefogás megvalósul, akkor végül, amit elterveztünk, valóságá is fog válni. Az épített környezet megváltoztatása nem lehet tartósan sikeres, ha a közösségek, a lakók nem fogadják el a fejlesztéseket. A Szabad Egyetem előadásai az elfogadás folyamatát segítik.